A negyedik alkalommal rendezte meg az Egyesület a Halászlé Kupát. Hányan neveztek, hogyan állt össze a napi program? Ennek a Halászlé Kupának a története az tulajdonképpen, hogy 2016-ban elhatároztuk azt, hogy csinálunk karácsonyi Halászlé Kupát. Ezzel az volt a terv, hogy a horgászok karácsonyra fogják meg lehetőleg a halukat. No, ebben az évben volt az, amikor nagyon szépen befagyott a vadkerti tó, és gyönyörű munkát tudtunk csinálni a Solt-Vadkert város önkormányzatával, a Kiskörösváros segítésével és a különböző szervezetekkel itt a vadkerti tón a nádgyérítésben. Nem is bántuk, hogy elmaradt. De ugye megelőzve ezt a dolgot, előrébb hoztuk ezt a versenyt. Tulajdonképpen a Halászlé Kupa történet az innen indul el. Igen, a hétvégi versenyről. 28 nevezőnk volt. A 28 nevezőből egy ifjúsági volt, szándékosan nem indítottunk egyébként is ifjúsági és csónakos horgászatot, mivel kevesen szoktak lenni. Hát a fogások az bizony, annak ellenére, hogy ilyen szép állományt telepítettünk bele, az nem volt annyira felemelő. Én úgy gondolom, hogy a horgász versenyeknek a kiírásán is változtatni kell. Nem vagyok benne biztos, hogy helyes az, hogy ebben a rövid versenyben egy bottal, egy horoggal lehet horgászni. Én úgy gondolom, hogy okosabb lenne, hogyha kettő bottal és egy-egy horoggal lehetne horgászni, hát ha több hal fogás lenne. Egyébként a horgászok jól érezték magukat, sajnos az időjárás nem volt túlságosan kegyes, különösen utána az ebédnél, amikor megettük a elkészített birka pörköltet, ami a záró része volt a horgászversenynek. Azt azért lehet tudni, hogy akadt a horogra nagy hal is, és az mutatta, hogy a vízben azért vannak szép pontyok. Igen. Ez egy kicsit érdekes volt, hogy említettem, hogy ifjúsági nem indítottunk külön, ő is tulajdonképpen a felnőttek közt indult, mivel a horgász felszerelésben semmi változás nem volt most az ifjúság és a felnőtt közt, és a legtöbb halat pont egy ifjúság, az egyetlen ifjúsági horgász fogta meg, ami 5,47 kg deka volt a három darab hala. De a legnagyobb hal, amit fogott egy akasztói versenyző, az 5,40 kg pár dekás volt. Tulajdonképpen ő nyerte meg a legnagyobb hal díjat is, tehát ő nyerte meg a versenyt tulajdonképpen. A kilóban a legnagyobb halat, azt ő nyerte meg. De kilóban viszont az ifjúsági versenyző nyerte meg a versenyt. Nagyon érdekes volt egyébként, nem is tudtuk, hogy mit évők legyünk, hiszen nem készültünk erre. Hogyan zárul majd az év, illetve mik a tervek még az idei évre az Egyesület házatáján? Hát az Egyesületnél tulajdonképpen ennek az elnökségnek februárban le fog járni a mandátuma, és vannak elkezdett projektjeink, amit még nem fejeződött be. Már közösségi rendezvényt nem tervezünk idénre. De ez nem jelenti azt, hogy nem lesz. De a elkezdett projektoknál tulajdonképpen, ami még várható, hogy a kiülőnkbe megérkeznek az asztallapok, amiket le kell kezelni, le kell festeni, hiszen úgy terveztük ezt a gyönyörű kiülőt, hogy itt fixen telepített asztalok lesznek padokkal, hogy bármikor tulajdonképpen bármikor rendezvényt tudjon itt csinálni. Ennyi az idei tervünk.